Mi nagyon ritkán szoktunk összeveszni Györgyivel, most megtörtént, mert reggel, amikor azt mondtam, hogy jön nagy kedvencem a Pornograszt, akkor Györgyi azonnal azt mondta, hogy nem, az az enyém. Igen, és akkor most minden a közö... kedvenced, de nem. Igen, minden az én kedvencem. Olá József zenekarvezető és László Sándor menedzser a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Mert hogy én nem tudom, mennyire rendhagyó nálatok a csendesülős koncert. Hát az hogy jön össze a Pornograsztal, a csendesülős koncert? Igen. Na hát, nagyon nehezen. Épp hétvégén próbáltam összerántani a zenekart egy próbára, hogy valamit fogjunk vissza a fehér lóból, de hát fel voltak háborodva, hogy de hogy akarnak üléskoncertet, hát mi nem azok, az, de mondom, ezt kérték, ezt is meg kell csinálni egy színházi körülmények között. Próbáljuk ki magunkat, hogy de nem fog menni, és mindenki be van izgulva, hogy el fognak aludni az emberek. És mondtam, hogy ezt na... Ezt mondjuk kizártam, mert egy Pornograszt koncertet. Na és ugye mondtam nekik, hogy gyerekek, elő kell venni a művészi vénánkat, tehát művészkedni kell. De hát nekünk olyan nincs, mi nem tudunk, és nem tudom, meglátjuk, hát reméljük, hogy élvezni fogják ők is, és remélem a közönség is élvezni fogja ezt a dolgot, beleadunk mindent úgy. Ha jól tudom, ugye akkor, amit említettél, a fehér lovakat visszafogni, a Pornograszt az önmagában fehér lovat jelent, ugye? Igen, sikerült igen. Visszafogni a lovakat? Ezt most hadd mondjam, ilyen külső-belső szemlélőként mit láttál abban a koncertben? Hát ez majd elválik igazából, ugye a műsorösszeállításnál is figyelünk arra, hogy ne csak 180-as, 200-as tempójú dalok legyenek, hanem legyenek visszafogottabbak, legyenek hallgatók mondjuk, ami hát külön kihívás a zenekar részére. Jeljetek, én még ez olyan zenekarral másik... nem találkoztam, aki bejön, elmondja, hogy mit szeretnének, de az úgysem jön össze. Ilyet nem, még úgysem találkoztam. Jó, de ez nálatok tényleg így van, nem? Hogyha jól tudom, akkor számlistátok sincs koncerten. Nincs, felmentek nincs. A színpadra, hát most, és játszotok. Tehát... Igen, most csinálom már az ötödiket. Úgyhogy a Művészetek Palotáján már az ötödiket próbálom összerakni, de még szerintem lesz vagy 10, mire valamennyire rajzolódik, hogy ki hova merre. Egyébként ezek a koncertek akkor innentől fogva, hogy megindulnak másfél órásnak, és mit tudom, két-három napos koncertek is lehetnek belőle. Igen, otthon folytatjuk majd. Nos, akár. Mi lesz egyébként a koncerten? Picit komolyra fordítva a szót. Mit tudjuk mi? Tényleg. Te tudod, hogy mi lesz? Igen, szóval, ja, jó, tényleg készülünk arra, hogy mást adjunk, mint egy szokásos koncerten, tehát pont ezért a műsor összeállításán is figyelünk arra, hogy minél változatosabb legyen. Ugye egy normál koncerten mindig mindenki a színpadon van, itt lesznek intimebb számok, lesz például vizuál, tehát lesz egy hatalmas vetítő a zenekar, több emberes vetítő a zenekar mögött, ott folyamatosan mindenféle tartalmat vetítünk, lesz vendégünk Ferenczi Gyuri személyében, illetve a lemezen közreműködő két zenész társunk, Szilágyi Tóni, meg Szirota Jennifer. Tehát, hogy mindenképpen más lesz, tehát muszáj is, mert ugye a zenekar általában talpalávalókat szokott húzni normál koncerten, itt meg azért ülnek az emberek. Tehát... Mi igényelte azt, hogy vagy miért vetődött fel az, hogy ez legyen? Ugye annak idején, amikor talán jól emlékszem, 15 éve a világ 5 vagy 10 legjobb zenekarába választottak titeket a saját műfajotokban, akkor már úgy ismerte meg az ország a zenekart, hogy ez a talpalávaló zenekar. De újítani szerettetek volna mást megmutatni, azok, akik azt szeretik, nem mondom, biztos nem csalódnak, de hogy szerettek volna valami újat bemutatni nekik? Ez lemezbemutató is, tehát akkor a lemeznek is újnak kell lenni, gondolom. A lemez az új, tehát az tavaly jelent meg, hát új, néhány hónapos. Az újat úgy értettem, hogy akkor egy picit más stílus, vagy egy picit más mutatok nem, a lemezben is? Maga a lemez azért beleéleszkedik a zenekarnak a sok éves útjába. Itt igazából ez egy felkérés volt. Tehát, hogy felkértek minket, hogy a MIPÁ-nak a Bartók Béla hangverseny termében játszunk, mi ezt elfogadtuk, és tudomásul vettük azt, hogy itt más kell játszani, és amúgy is volt egy ilyen terv egyébként, hogy kicsit kilépni ebből a komfortzónából, és elmenni ilyen színházasabb irányba, hogy legyen egy ilyen műsora is a zenekarnak. Tehát ez egy kihívás, tehát számunkra is ez egy olyan dolog volt, amire tudtuk, hogy készülni kell. Hát most egyébként így az első néhány mondatban, bevezető mondatban. Nehéz készülni. Hogy az is van, az jut eszembe, hogy lehet, hogy nem jön össze. Nem? Tehát, hogy csendesülősbe kezdődik. Sanyi agyba készül, ugye ő. Hát, de mi nekünk kell végbe vinni. Az a másik dolog, de hát rajtunk csattan az oszlón. Egyenlően én amit látok, hogy nagyon nehezen megy a dolog, így már a szállistából, meg így a srácoknak az arc kifejezéséből ítélve, de igazság szerint ugye volt már nagyon-nagyon régen
kint külföldön egy ilyen turnénk, ahol színházas körülmények között kellett játszanunk, és így a 10. koncert, vagy a 12-re, pont a végére így beért a dolog, hogy akkor el tudtuk volna kezdeni ezt a színházas dolgot. Most egy rugásunk van ehhez, de hát itt kell egyből beleugranunk ebbe a dologba, hogy ez színházi körülmények között. Zeneileg nehéz, zeneileg kihívás? Nagyon, nagyon. De hát ugye az, hogy egy ilyen 8, 9, 12-tel leszünk a színpadon. Ilyen lovat visszafogjunk, de hát az iszonyat olyan feszítőt kell berakni a szájába, hogy nagyon, nagyon kemény. Trutko említette a 15 évet, ti mennyit vagytok otthon Passzabon? Ugye Passzabról jöttetek, bejártátok az egész világot, viszont nagyon... hogy mondjam, spontán zenészek vagytok. Mennyit kell hazajárni, hogy ez megmaradjon és ne vesszen el? Hát nem kell hazajárni, mert otthon lakik mindenki. Otthon lakik mindenki, Passzabon. De és mennyit vagytok otthon? Hát állandóan utaztok. Hát, annyi... hát a hétfőket, szerdát otthon vannak. Igen, általában. Hétfőket, szerda az otthon, a többi meg úton. De hát ez ilyen, ez a szakma, úgyhogy mindenki beletörődött ebbe is. Mindenki várja a hétfőt, hogy pihenjen, aztán mindenki várja a szerdát vagy csütörtököt, hogy menjen. Úgyhogy hál' Istennek ez a tűz még megvan bennük, úgyhogy nem kell rugdosni őket, hogy na, készüljetek, meg koncert van. Nem égtetek még. Magyar zenei életben mit jelent ez a zenekar? Tehát akkor, amikor ezt meghallgatták, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatal, mert hogy egy zenekarnak, hogyha nem két éve zenél, hanem sok éve zenél, akkor van már valamiféle felelőssége is abban, hogy kiket nevel ki, vagy kinek a példaképe. Hát én azt mondom, hogy a zenekar maga eléggé úttörő. Tehát voltak nyilván nagyon népszerű cigány zenekarok az elmúlt időszakban, Kaiag, vagy Androm, vagy nem tudom, akik szint úgy bejárták a világot, de azért ez a zenekar most már fönt van, most már több mint 20 évet, mert mi egymást több mint 20 éve ismerjük, tehát nem is tudom, mikor alakult, tehát nincs is ilyen a zenekar életében, de azt tudjuk, hogy nagyon sok követő van a cigányság körében, tehát akik a Pánogrász zenéjét játsszák, és így próbálnak meg valamilyen módon utat törni magukba, tehát több ilyen zenekart ismerünk, van, aki engedélyt kér, van, aki nem, de ez egy példa a cigányságnak, én azt gondolom, hogy van kitérési lehetőség. Egyébként azt megéreztétek, hogy nagyon-nagyon sokan panaszkodtak, különösen az elmúlt évtizedben, hogy a cigányzene például a klasszikus helyekről, vendéglátóipari helyekről visszaszorult, hogy a 7-tagú zenekarból lett 5, aztán 3, aztán 1, aztán már csak a magnetofon, tehát hogy az, ami a magyarságnak a része a cigányzene, hogy visszaszorulóban van. Természetesen, hát rengeteg ismerősöm, akik ilyen kávéházi cigányzenét játszottak, vonós zenekarokról beszélek, hogy konkrétan az unokájának azt mondta, hogy tedd le a hegedűt, ne tanuljál, hanem vedd fel a számítógépet, tanuljál informatikát, mert ebből a hegedűből éhen fogod halni, abból meg el fogod tudni tartani a családodat, és ugye ez fent van és érezhető is, mert nem, én itt Budapesten konkrétan nem is nagyon tudok olyan helyről, ahova bemennék vacsorázni, és ott cigányzenészek játszanának. Sajnos lejárt az időnk, még elhallgatnánk titeket. Csendes Ülős Koncertművészetek Palotája. Mikor? Jövő hét pénteken, 14-én. Van egyáltalán még jegy? Nincsen szerintem. Nincsen. Akkor igazából ezt a néhány másodpercet megspóroltuk, hogyha nagyon sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok.